A húsvét és a tavasz egy kiváló ünnep arra, hogy szebbnél szebb díszekkel halmozzuk el a lakást, és itt van már velünk Metz Gyöngyi virágkötő, aki éppen itt pakolja ki az őrületes mennyiségű tojást és kerámiát. Miket hoztál? Én nagyjából mindent hazavinnék most innentől, hogyha lehetne. Húsvéti asztali díszt fogunk készíteni, Luca. Jaj, de jó. Te fogsz készíteni, Luca, én megnézem majd. Igen, Krisztián, megenni itt nem lehet semmit, úgyhogy... Nem. Akkor át ide közelebb engedlek tenniket egymáshoz. Na, itt vagyok. Szóval húsvéti asztaldíszek. Igen, azt gondoltam, hogy most tényleg egy csupa kerti, ami tényleg mindenkinek otthon a kertben akár lehet virágokat hozok. Otthon például lehet kis tejkiöntő, bögre, kancsó, bármibe. Bármibe, ami éppen otthon van, jó? Csak azt fogom megmutatni, hogy hogy lesz szép a végén. Jó. Hogy sorrendbe tegyük, tehát mind a három négyet hoztam. De elég lehet ez a három is akár. Jó, mert ebben majd a tojások lesznek, de hát igen, elég. Szóval ezeket a virágokat, amik most még itt vízben vannak, ezeket fogjuk behelyezni ezekbe a szépségekbe. Igen, és kezdjük az egyikkel, jó? Jó, mondjuk legyen egy kis kövi rózsa, csak az a lényeg, hogy mindegyikre tegyél, Luca. De te nem ebben a nagyban, a kicsibe, most ugye? Csak így kicsipek belőle? Egy kicsit így lógjanak így szerintem le. Igen, szerintem kicsit teszek ebbe is, hogy cukin kilógjon. És egy irányba legyen, tehát döntsd el, hogy melyik irányba legyen, ahol a füle van. Hoppá, bocsánat, a füle felé? Mondjuk igen, és akkor mindegyik ott legyen. Ez kicsit még mozog. De itt próbáljuk szépen, igen. És akkor hány növényt rakhatunk mondjuk egy ilyenbe? Amennyit a jó ízlésed elbír, teljesen mindegy. Jó, itt ezek kilógnak szépen. Nem, mondjuk ez legyen a fókusz, ez a mondjuk akkor legnagyobb. Igen. Akkor jöjjön a következő, mondjuk a tulipán? Igen, nagyon szép ez a tulipán. Jó. De ennek ilyen cakkos szép tulipán. Különleges tulipán, nagyon. Most egy kicsit tettem bele az aljára moát, mert azért itt ugye a tévében, hogy egy kicsit magasabb legyen, és mindegyikben ugyanúgy, Luca, az a lényeg, hogy mind a háromba használ ugyanazokat a virágokat, a végén akkor lesz szép. Uh-huh. De mondjuk a tulipánt, azt majd még ide jó, figyelj, most díszítsék kettőt, hogy hármat, hogy csinálsz? Így jó, igen. Jó, akkor jöhet, mondjuk jöhet az orgona. Igen. Gyönyörű. Ne, bocsánat, ne. A fürtös gyöngyikének kell jönnie, jó. Mert az alja miatt nem fog elférni. Rendben, akkor a fürtös gyöngyike, és ő még itt hagymával együtt? Igen. Hagymával együtt van még. Nem baj, ó, de azt szép, is oda. Imádom ezeket a tavaszi színeket. Nagyon kis. A rózsaszín és a lila. A gyerekszobámat idézik. Jó, látod, mind a háromban van, és így már kezd már az egység így rendeződni, legalábbis így az én. Igen. Elképzelésem ide, szerint. Ebben is rakunk. Jó, és ugyanúgy az orgonát is mind a háromba helyezd el szerintem. Jöhet az orgona. Egyeske. Így, valahogy nagyon szép. Van és akkor ilyenkor majd megállunk, megnézzük, és azt látjuk, legalábbis én azt látom, hogy színhiányunk van. Ilyenkor tavasszal nagyon-nagyon ilyenkor kell egy kis sárga. És akkor most jön a kell sárga. Kell egy kis sárga, amivel feldobjuk. Na de most ez nagyon ez hosszú. Ez pátra húz ki, nem mert baj, a nagy kancsóhoz, de nyilván levághatjuk, hogyha... Na így, és akkor ez így szépen így beforgatom. Krisztián, te nem úgy láttad? De, egyébként ez a sárga kimondott. Ugye, egy kicsit így feldobja a sárga. Keresztbe, na hát most szegény azt melyiket, ezt a kicsit is csak így aranyosan ide berakjuk. Igen, úgy. És azért hoztam az első gyöngyvirágot is, hogy legyen nektek itt illat. Így. És akkor ezek a szép kis virágok, jaj igen, ők is pici, akkor ezt valahova ide előre szépen betűzöm. Igen. És akkor már csak illata van. Mind a kertből hoztad most? Igen, a barátnőtől. Nagyon jó illatok van. És a szomszédnénitől kérdeztem, hogy van-e a kertjében. És akkor így a tojásokat, nem baj. Pardon? Ez úgy nevezett ugráló tojás. Igen, a híres tojás. És így akkor szerintem elhelyezheted, ahogy csak szeretnéd, Luca. De ide körülötte vagy a kis tenyérben? Szerintem körülötte is, igen. Így nagyon Gyöngyi, szépen. Ez mitől marad friss? Tehát, hogy mondjuk egy hétig. Aha, tehát, hogy mit felöntöm vízzel? Minden másnap szerintem, nem zavar itt, Luca, jó? Engem semmi minden nem másnap cseréljünk vizet, és egy picit, éppen egy centit vágjuk vissza a virágokat. Jó, hát ez egy kis macerás, de hogy egy cserében meg viszont friss virágunk van akkor az asztalon. Igen, húsvétra, igen. És hát nem menjünk el szó nélkül a tojások mellett, mert hogy hamarosan a lányok elkezdik festeni a tojásokat. Mi az idei divat?
Hú, most divat a pasztelszínek. Igen, azt egyébként látni. Igen, most egy kicsit már a metál is bejött. Mindig ami a ruha. Metál? Az, igen, ez a kis púder metál szín. Mindig amilyen a ruhánk, olyan lesz egyébként a dekoráció szín, tehát azt is egy picit így vissza jön. De igazából szerintem nincs úgy divat, mindenki a saját lakásához alakítsa szerintem a színeket meg a dekorációt. Igen, tehát akkor mondhatjuk, hogy ezek a hagyományos piros tojás pöttyökkel azért. De cuki, az is nagyon is lehet. Retro tojás, miért? Hát van az karácsonykor is a retro díszek, vannak ebben is a biztos retro dísz, retro tojás, nem? És ezek az ajtókoszorúk, mert azért azok még mindig szintén így. És ezt is akár mi is el tudjuk készíteni? Igen. Az a ragasztó pisztolya fölragasztgatjuk. Aha. Igen. És ezek a nyuszik is milyen. És akkor lehet nyuszit, és aztán, ha vége az ünnepnek, akkor a nyuszit ki lehet cserélni kismadárra, kisvirágra, bármi másra, hogy azért akkor mehessen tovább, mert azért így rövid az ünnep, hogy ajtódíszt tegyünk. És mi a helyzet mondjuk a tojásfával? Az nincs itt igaz, de hogy azt így bármilyen ágra fölakaszgathatok tojásokat, és attól az tojásfa lesz? Hogy ez hogy van az? Vagy a barkára. Vagy a barkára szokták, igen. Barkára. Igen, de én nagyon szeretem most ezt a japán bírt. Ez nagyon-nagyon mutat szerintem, ez egy ilyen nagyon mutatós virágzó ág, és ez szerintem sokkal szebb. Nagyon szép. És hát maradunk a virágoknál. Maradunk a virágoknál.